A nyitófordulóban elszenvedett vereség miatt volt törleszteni valójuk a hazaiaknak a bajával szemben, a mérkőzést viszont a vendégek kezdték jobban. 10 perc játék után 25-19-re vezetett a Dunaparti együttes, és a második negyed közepéig csak futottak ellenfelük utána kissé álmosan játszó szápák. A 16. percben kosárlabdapályán ritkán látható jelenetnek lehettek szemtanúi a nézők, egy sportszerűtlen hiba és technikai után kiállított Pongó a pálya szélén összeugrott csapattársával Jakabbal, akit szintén kiállítottak a játékvezetők. Hobbs büntetőjével átvette a vezetést a Nyíregyháza, amit a folytatásban már nem is engedett ki a kezéből. A hátralévő 2,5 negyedben a kulcsembereit elveszítő Baja próbálkozott becsülettel, de a két szápák magabiztosan nyerték meg az év első bajnoki meccsét. Sokat gyakoroltunk a két ünnep között új figurákat, új védekezéseket. Messzi utányokban nem sikerült gyakorolni. Látszott a csapaton, hogy még van mit fejlődni. A védekezéssel egész mérkőzésen nem voltam megelégedve, nagyon gyengén védekeztünk, annak ellenére, hogy 64 pontot kaptunk. A támadás is akadozott, de lesz ez még jobb is, ez biztos. A vendégek edzője szerint, amíg teljes volt a csapata, meg tudták valósítani azt, amit elterveztek a mérkőzés előtt. Felszabadult játékot próbáltunk játszani, mert nem nagyon tudtunk készülni, mert sokan nem voltak edzésen, hármat tudtunk együtt edzeni itt a szünetekben. Én mondtam a gyerekeknek, jöjjünk ide, játsszuk a saját játékunkat, próbáltunk egy agresszív védekezést, és a támadásban pedig gyors labdajáratás. Én úgy gondolom, hogy amíg nem volt a gond, addig ez be is vált. Dancsics András 5 triplát dobva 19 pontot szerzett a mérkőzésen. A fiatal játékos abban bízik, hogy a hétvégén már teljes fordulatszámon pörög majd a csapat. Volt egy kis pihenő most, az előző meccs, nem tudom, egy 15 nap, 20 nap eltelt, szóval azért vissza kell rázódni, mindenkinek volt egy kis szünete, szóval azután mindig nehéz visszajönni, de most reménykedünk, hogy ezen a következő egy meccsen, meg ezen eléggé fel tudunk készülni a veszprémi meccsre. A forduló további eredményei a következők: PVSK Nagykörös 110-83, MAFS Veszprém 91-85, BKG Prima SE MAFS Miskolc 75-76, Budapesti Honvéd Budafok 91-77, és TF Budapest MTK Lit Basket 82-58. A tabella élén a Nyíregyháza áll 11 győzelemmel és 3 vereséggel, megelőzve az azonos mutatóval rendelkező Veszprémet. A két szápák csütörtökön a Vasast fogadják a Continental Arénában.